Köszöntök mindenkit itt a Fehérvári Beszélgetések. Megmondom őszintén, sokat gondolkodtam mai vendégem és vendégeim előtt, hogy mik lennének azok a mondatok, amivel őket be tudnám mutatni, és arra jutottam, hogy három szót mondanék. Hosszú haj, szaxofon és nem Marcelina, vendégem Szent Martin, illetve fia Szent Mártoni Norman, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel, sziasztok! Ez mekkora. Tehát már, hogy Kenny G-hez hasonlítottak, de Marcinához még nem. Én még nem hallottam zakszofonozni. Vagy ugye a magyar Kenny G. Hallottam rá, egyébként tényleg jó, hogy mondtad, rengeteg hasonlatot például. Ezt is mondták, és nagyon-nagyon sok mindennel illetnek téged. Na mondjál, kíváncsi vagyok, mi még? Ez a Kenny G volt. Richards, vagy nem tudom, mi lett még. Ez a Kenny G volt főleg egyébként általában, amit általában lehetett rólad hallani. Hát ez egy nagyon-nagyon jó vonal, és gyakorlatilag én a hálát adhatok az égnek, hogy a kiadóm ezt kitalálta. Azon túl, hogy mondjuk én trombitával elkezdtem a zenei pályafutásomat, és játszottam is egy saját zenekarban, és játszottam ilyen dalokat, már saját szerzeményeket is, és hogyha már ott is hasonlítani kell, akkor mondhatjuk Herb Albert nevét. Viszont Magyarországon mindig kell valami ikon, valaki ikon, akit valakihez hasonlítanak. Tehát mindig megvolt a, nem tudom, az Omegának az, a, tudom én, ugye a Scorpion az. Tehát mindenkit hasonlítanak minden időben valakihez. Ez azt hiszem, hogy pont nem baj. Addig pláne nem volt, amíg mondjuk a magyarországi szférában nem került be külföldi zenekar, akkor aztán végképp, ugye hát ugyanúgy csináljuk mi is, mint ők, itt megkaphatja az ember. De olyan messzire nem akarok ezzel menni, inkább azt, hogy azokat a elődöket és akár kortársakat is, akik kiválóak mellettünk és mondjuk világviszonylatban ott vannak, és hál' Istennek oda kerülhettem mellőjük, ott vannak a toppon, ott vannak a világ színpadán és játszanak bármere. Miért nem mondhatná az ember, már pedig mondták is, és én is nagyon szívesen említeném, ha az lenne, akár példaképnek. Mert azt mondja mondjuk például Joe Cocker, hogy nekem Ray Charles az Isten, a példakép. És hát egymás mellett énekeltek, ott nőttek föl. A teniszesek között hányan mondják ugye azt, hogy példaképem, mit tudom én, Nadal, vagy Federer, vagy és akkor ezen a nyomvonalon haladok. És soha, de soha nem volt ellenemre az, hogyha például megkérdezték, és azt mondták, hogy na jó, hát akkor tessék, ha nem ő, akkor ki a példakép. És akkor elmondtam, hogy ha nem is példakép, de előttem járnak, és nagyon-nagyon sokat tettek le, hangulatilag, technikailag, minőségileg az asztalra, a világélvonalából. Michael Franks, Donald Fagen, Bill Labonte, Jeff Lorber, és még mondhatnám, senki. Valamelyiket ismered? Egyiket csak pont szerettem volna mondani, lehet, hogy ez egy műveletlenségem, de szerintem egy olyan ember, aki nincs ennyire benne a zenében, mint te, lehet, hogy nem is hallott róluk, és elképesztő nagy ikonok. És nem is kell, és nem is kell. Gyakorlatilag egyszerűen ott van a köztudatban, azok, ez egy szakmaiság, az, hogy ők hogy muzsikálnak, ki hogy fogadja el őket, és te hogy tudod átültetni a saját világodba. A legnagyobb elismerés, és ha már visszatérünk a szaxofonosok csodálatos színes világába, akkor azt mondom, a legnagyobb elismerés 94-ben ért, ugyanis a akkori kiadó, a BMG kiadó egy lehetőséget kínált azzal, hogy külföldre küldte az anyagot. És erre a saját dalaimra és a lemezemre felfigyeltek Malajziában. Oda hívtak 7 szaxofonos, és ez volt kérve, hogy a világ 7 legjobb szaxofonosa egy lemezen. És ezt, mint tudjuk, a művészetről nem kell vitatkozni. Az, hogy most ki a legjobb, ki kevésbé jó, ki jó egyáltalán, vagy nem a jóság egyáltalán, tehát nem erről kell, és nem is kell oda vitatkozni. De az, hogy ott lehet az ember, Warren Hill, Neil Zornegger, Candy Duffel, Tom Scott, Kenny G, és én, egy lemezet játszottunk, ez egy elismerés volt, és a pályám legelején. Az, hogy utána kimehettünk még, és több lemezet, a Sax for Lovers címmel, akkor a másik saját lemezeimet adtunk ki, tehát ez mind-mind olyan, amivel gyakorlatilag a világ élvonalába kerülhet az ember, és élheti akár ugye itthon a bázis életét, és aztán akármerre utazhat a világban. De hát a Norman hasonlóképpen
az, hogy mondjuk 33 éves most szépen lassan. Engem nem hasonlítottak Domingóhoz. Nem, még, igen, még nem tartom, hogy valószínűleg szeretnék, de érkeltem már olyan színpadon, ahol ő igen. Legalább, na, például. Úgyhogy előnyben rengeteg emberhez képest. Rengeteg kérdés van egyébként, és nagyon szukos a műsor, de még egy kérdés megengedett édesapádhoz, és utána pedig hát nyilván normálna is kell beszélni, hiszen rengeteg komoly siker fűződik már az ő nevéhez is. Pont amikor megjelent ugye szólóban a lemezed, ugye a 90-es évek elején, közepén mondjuk így, ugye 94, hogyha jól emlékszem, talán még nagyon kis gyerek voltam, és azon gondolkodtam, akkor ugye volt Magyarországon, amit nagyon sokan el akarnak felejteni a magyar könnyűzenében, az a dance pop, amikor, hát ismerjük egész Európában, Magyarországon, ugye nem kell mondani, milyen együttesek voltak. Te pedig előálltál egy jóval magasabb művészi szintet képviselő albummal, lemezzel. És ennek egyébként elképesztő jó fogadtatása volt, tudjuk, hiszen minden könnyűzenei műsorban én ezeket faltam a tévében, ott voltál, lemezeladási listák csúcsán voltál. Nem volt bennetek, amikor megjelent az első lemezed, egy kis félsz, hogy most ilyen hangzás, ami dívik és a nagy-nagy divat, ti pedig egy kicsit másabb és sokkal magasabb művészi szintet képviselő hanganyaggal jelentkeztek, hogy mi lesz ebből? Nem volt bennetek ilyen kettősség esetleg? Nagyon-nagyon jó pontot találtál. Egy olyan kardinális helyzet volt a zene tekintetében, és hát az én életemben mindenféleképpen megvalósítottam önmagam, hogy ez mindenféleképpen előre kell, hogy mutasson. Miért is? Egy ilyen országot, ahol Kodály és Bartók módszerrel, az egyik legjobb metódussal tanítanak magas szinten már pici gyermekeket. És ez mondjuk a világra kinő, és mit tudom én, olyan emberek választják őket példaképnek, mint mondjuk Csikkorra, de sorolhatnám még, hát akkor én miért ne lehetnem előre menni és példát mutatni? Húzzuk fölfelé, húzzuk az emberek, nyissuk az embereknek a világlátását, zenei értelemben is, és akkor azt mondta erre néhány olyan akkori vezető zenész, hogy gyerekek, ez nagyon-nagyon necces, ez úgy, ahogy te is említetted, rezeg a léc. Figyelj, erre támogatást nagyon nem lehet be, de hát ha elmegy 500 lemez, már annak örüljünk. Amikor elment az első kiadványból 5000 lemez, nem csak póker arca volt, direkt nem említem, senkit nem fog kellemetlenítani, és hát ráadásul utána meg röhögtünk nagyokat, hogy micsoda nagy dolog ez, hogy előre lehetett lépni, hogy ilyen megakadt ilyen az arca, és ott ragadt a mosoly, vagy akár a nem szétszaladt szája az emberek arcán, és akkor az történt, hogy elment 10-zel, 20 és 25 ezer, és az első aranylemezt Maláziában kaptuk meg, és az volt igazán, az is 25 ezer példány számodan, és az volt igazán az a nagy elismerés, és megint visszacsatolok arra, amiről beszéltünk, hogy Magyarországon mindig kellett valami olyan érték, ugye kivittük a Rubik kockát, elfogadtuk, majd visszavásároltuk. Mi történt most? Ugyan itt is. Kin elfogadták? Nézzük csak, ez lehet, hogy érdekes lehet. Mi is elfogadjuk. De én nagyon nagy hálával tartozom, egyrészt a kiadómnak, hogy teret adott, lehetőséget biztosított, és bemutathatta magam. Én hittem, bíztam magamban, és a lehető legtöbbet megtettem, utána jártam, tanultam, továbbfejlesztettem magam, előre haladtam, zenészeket kerestem magam mellé, és hát hál' Istennek nagyon jó fúziókkal tudtunk megjelenni. Egyedüli ember voltam a kiadónál, akinek nem kellett feldolgozást készíteni a lemezre, saját dalaimmal jelenhetem meg már az első albumon. És aztán okos ötlet volt az is, hogy igenis, legyen rajta feldolgozás. Miért? Jó érzésű nekem, jó hallgatni, és legalább eljátszhatom annak a világslágernek, ugye, vagy az írójának a dalát, illetve hát a közönségnek is egy jó, és pláne, hogyha jobban meg tudom csinálni, vagy legalább olyan szinten, vagy máshogy, és az is jó. Úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy azok a kiváló muzsikusok mellett, aki akkor nem csak Hölp Albertot, hanem Magyarországon Zsoldos Imre trombitával, a két Dixieland, ugye Benkó sajnos elhunyt, nyugodjon békében, a Molnár Gyuszi is, ugye a két Dixieland, nagy Dixieland zenekar, és hát jó, és hogy jazzistákról nem beszélek, mert az megint egy más, az egy kisebb szelete a tortának, de hát az megint egy ilyen, ugye mit is mondhatnánk róla, a legszebbeket, legjobbakat. De hogy ebben a magasabb szintű,
populáris, mégis populáris és improvizatív zenei világból a közönség elfogadta ezt a úgymond picit nagyobb szeretet. Igen, kíváncsi voltam erre, meg szerintem a nézők közül is nagyon sokan, hogy akkor, amikor kérdeztem, megjelent, hogy volt-e bennetek ilyen kettőség. Ugye Normanra rátérve, hát nyilván te gyermekkorodból a zenét szívtad magadba, az előadó művészetet szívtad magadba. Teljesen egyértelmű volt az, hogy te is ezen a pályán helyezkedsz el, vagy volt orvos, vagy kutató, űrhajós, indián? Így, valahogy ilyen sorrendben. Nem, nekem a zene az viszonylag később jött be az életembe, és az is teljesen más vonalom. Tehát, ez is van egy klasszikus sztori, azt most nem fogom elmondani majd, ha akarod elmondani. Családi titok? Nem feltétlenül. Nem, mert 4 éves, 5 éves lezett, és a kádban óbégatott, ordított, mondhatnánk így, és knock-knock-knocking on heaven's door, és ordította, szőke, göndör, ekkora haja volt, nagyon nagy pézsmája volt akkor, és ordította, és mondom a anyukájának, hát mondom, hát sok mindenben, ugye sok mindent örökölt a gyerek, de mondom, ez biztos nem, tehát zenész tuti nem lesz. Nem szabad ilyeneket mondani az embernek. De volt olyan zenetanár is, aki azt mondta, hogy ez teljesen reménytelen ez a dolog. Sok embernek mondtak, és mégis mindent belőle egyébként. És akkor ebből végül is az maradt meg, hogy a metal zene lett az életem tulajdonképpen, és azt hallgatom egyébként nap, mint nap, amellett, hogy a musical a másik életem. Ami teljesen más egyébként, nagyon érdekes. És akkor kiderült közben, hogy lehet, hogy mégis tudok énekelni, és akkor elindult a musical is. Igen. Tehát az, hogy mindig ott volt gyerekkoromban a zene, sőt egész életemben végigkísért a zene, és a mai napig, tehát az utolsó mondjuk 15 évben tényleg nincs a nap, hogy ne hallgassak meg egy albumot, vagy nem tudom, tehát akárhova megyek, akkor zene, főleg egyedül vagyok, akkor de kemény biztos. Zene akkor barát. Ami jó, tehát én viszonylag nyitott vagyok, tehát nem zárkozom el. Volt egy ilyen 4 év kemény vonalas metál korszakom, ekkora szakáll, ilyen hosszú haj, bőrszerkó szegecsek, tehát volt egy ilyen, és aztán azt ugye eldobtam. Szerencsére szüleim nem zaklatták fel magukat túlságosan. Én pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy szülők mit szóltak ehhez a korszakhoz? Erre megint van egy sztori. Suliban voltam náluk, igen. Vártam a fellépésre, ugyanis volt egy ilyen jótékonysági akció, és akkor bejött egy bőrszerkóba egy kislány, 14 éves, 5 éves lehet, és akkor, ha jól tudom, maga a Norma napja, ugye? Mondom, igen, mondom, segítetek valamiben? Volna egy kérdésem. Tessék mondani. Azt mondja, hogy engedheti meg neki, ha maga ilyen zenét játszik, és ő pedig ének, vagy a metát hallgatja, hogy engedheti meg neki, hogy ezt csinálja? Hát mondom, ez az ő élete. Hát könyörű, hát miért tukmáljam én az én dolgomat rá, mikor ő ezt szereti? Miért nem maga az én apám? Mondom, anyukát kérjük meg. Milyen szerencsés helyzetben vagy, igen. No, én szóval, hogy azért ezt elviselték, amikor a különböző... Hát a mások, ahogy mondják, vérhányos metál üvölt nálam, tehát hogy ez nem zaklatta fel őket szerencsére. Nekem meg valamiért ez a, nem tudom, a fétisem, és nagyon szeretem. Operett színházban tevékenykedsz, ott jeleskedsz. Hogy került ez operett színházban? Igen, hát én még az éneklés az is később jött az életemben, tehát kb. Olyan 10 éve, hogyha kezdtem. Tehát én nem az vagyok, aki gyerekkorában elkezdte, és akkor szépen kiteljesedett. Nekem ez egy későbbi fordulat volt. Én orvos szerettem volna nagyon, nagyon sokáig, és mindig egy ponttal lemaradtam az orvos egyetemről. Az egy nagy dolog, tehát valaki egy ponttal lemaradt, azért ez egy nagyon nagy tudás. Igen, és azért próbáltam meg többször, mert mondom, hát akkor hát ha. És aztán 2 után úgy voltam vele, hogy most ez nem véletlen, 2-szer nem sikerült egy ponttal, akkor engedjük el ezt a dolgot. De hát anyu volt az, aki kicsit presszionált, hogy legyen már legalább egy diplomád, légy szíves, és úgy voltam vele, hogy egyébként tényleg, úgy elkezdtem énekelgetni, de azért ez még nem volt biztos, hogy abból lesz bármi, tehát tényleg kéne egy diploma, és akkor a gazdasági informatikát megcéloztam a Corvinuson, oda volt elég pontom, mondom, akkor ezt meglátjuk, meg egyébként érdekelt is, hát ha. És aztán 2 év után nem fejeztem be végül, mert az operációházhoz felvettek a stúdiójukba, és akkor azt mondtam, hogy igazából ha azt tényleg ott teljesen akarom csinálni, akkor én nem fogok én melletted azt tanulni, és akkor inkább azt ott hagytam. Csináltam ezt teljes gőzzel, és hát azért elég sok minden sikerült azóta ezen. Helyeden vagy, úgy érzed, megtaláltad. Igen, vannak más dolgok, amik érdekelnek, és nem zárkozom el semmitől, elég nyitott vagyok a világra, tehát én tényleg igen, sok eddig életutad alapján, igen, orvos, aztán gazdasági informatikus, aztán metalzenét hallgató, musical színész. De most is közben foglalkozok programozással, pszichológiával, tehát én azért hát van itt minden. Igen, próbálok mindenbe belekóstolni, és aztán úgyis meglátjuk, hogy mi merre megy. Tehát minél több lábon állunk, ugye annál biztosabb a dolog, úgyhogy persze. Most meg
az operett az egy. Miben látni manapság, milyen darabokban játszol az operettben most? Most nagyon össze-vissza vannak a dolgok, mert én nagyon sokat járok külföldre turnézni az Operett Színházzal, és mivel én nyáron és télen több heteket, most például télen, amikor mondjuk 11-12 hétig kint leszünk Németországban, már 8 éve nem karácsonyozok itthon, már mindig kint vagyunk, meg a szilveszter is kint van, tehát mindig kint töltjük ki Németországba. És ezáltal, hogy én ezekben a darabokban, vagy hát ez a Szépség és a Szörnyetek konkrétan, ebben kint vagyok, viszonylag kevés lehetőségem van itthon, mert nem nagyon lehet itt cserélgetni az embereket, vagy hát nehéz. Ugye azt németül meg kell tanulni, azt a szerepet nyilván, így van. Tehát a Gastont is, meg a Szörnyet is játszom németül, és mivel ilyen sokat kint vagyunk, ezért itthon nem nagyon tudom betenni darabokba. Most, ami a futó darabom, most még a Romeo és Júlia, a nőközítég osztályom lesz szélén, és van még egy gyerek darabom, most nagyon sok minden lekerült, következő évadban is ezekből vesznek le, de jönnek újak, azt majd meglátjuk, hogy a következő évad, hogy alakul István a király, és egyéb izgalmas darabok lesznek, meglátjuk, hogy még ott mi a... Ez érdekes, ezen vagyok fennakadva, a metal zene, illetve tényleg a musical két ellentétes, és általában nekem vannak olyan ismerőseim, akik én is musicaleket nagyon szeretek hallgatni, metal zenét gimiskoromban hallgattam, és ezek a kemény metálosok mindig megszólnak, hogy tudod te hallgatni a musical zenét. Én meg nyilván visszafelé, hogy tudod hallgatni a metalt. És nagyon érdekes, hogy egy musical színész, aki a színpadon nagyon jól, nagyon hitelesen eljátsza, a magánéletében pedig ezt hallgatja, tehát ez tényleg mutatja a sokszínűségedet, meg a sokrétűségedet azért. És ebbe akkor, tehát valamiért, tehát ez ugyanolyan kiemelkedő szintű muzsikának tartom, mint bármi mást. Most az, hogy valakit ezt fog meg, valakit meg ezt fog meg, azzal nem lehet mit kezdeni. Én tényleg egyszerűen tehát én rengeteg koncertre járok, és ott vagyok, és tombolok, és üvöltök, és nyomom a dalokat. Tehát, hogy én nekem attól áll fel a szőr a karomon, hogyha meghallom a gitárt és a duplázót és a hörgést meg az üvöltést. De valamiért ez van. Én erre például van egy nagyon kedves kollégám, mindig mikor megyünk busszal Németországba, üvölt a fülembe, de mint az állat, és ő is hallja, és csak azt látja, hogy én pedig... Te pedig ezen nagyon jól látod. Hogy csinál? Tehát ő teljesen idegileg kikészült tőle, hanem én meg a klasszikus zenétől készülök idegileg, tehát hallgatok valami klasszikus. De ez milyen érdekes egyébként, hogy igen, a klasszikus. Attól leszek, tehát bekattom teljesen, ettől meg mondom, ha nagyon jót akarok aludni, akkor berakom egy albumot, és már ellezulak, és már azt mondom. Kollégiumban volt egy ilyen évfolyam társam, aki most egy nagyon elismert író Magyarországon, egy nagyon-nagyon fiatal emberkéről van szó. Ő pedig minden reggel 6-kor úgy kelt, hogy Megadeth és mindenféle más zenekaroknak a klasszikusait full hangerővel nyomta magának. Ő erre nagyon szépen meg tudott nyugodni, és most nagyon lassan szépen ugye rendbe tudta hozni magát. Hát erre lehet kelni, tehát abszolút. Egyszer kipróbálom mindenképpen. Én is megyek be a városba kocsival, és le van húzva az ablak, és üvöl ki, és néha benéznek így 7-8 körül. Ki ez az elvetemült? Jézus, hogy? Igen. Hát, kinek mi? De tényleg ez egy, valamiért nekem ez ugrott be, vagy ez kattant be, nem tudom miért. Beszéljünk mai beszélgetésünk egyik apropójáról, sőt a legfontosabb apropójáról, a koncertről, a fehérvári koncertről. Beszéljünk róla. Megkívást kaptunk Márfi Gabi festőművésztől, aki már második koncertjét szervezi így, és ő is eléggé nyitott a világra, és szociálisan érzékeny. Az első koncert teltházas előadás volt, amire meghívott. Tudni kell, hogy ilyenkor az ember nagyon sokrétű segítséget ad. Azoknak az embereknek, akik eljönnek, egy jó érzést, jó hangulatot, lelki megnyugvást. Aki ennek mondjuk a hátul az élvezője, mondjuk egy másodszorban, a bevételből ugye azok, akik működtetik ezt az intézményt, melyik intézményt, azok az emberek, több mint 100 gyermeknek fogunk tudni segíteni most az intézeten keresztül, Kerekvilágház alapítvány. Ők érték a segítségünket. Gabi az, aki szűrő ezennel, én nekem nagyon fontos mindig, hogy ki az, aki felkér, és hogy tényleg ez a jótékony cél ez hatékony legyen, kerüljön az az összeg, ami bevétel a megfelelő helyre, és akkor mindenki megtette a dolgát, és mehetünk tovább. Örültem, hogy a Norman kérdés nélkül azt mondta, hogy ha szükség van rám, akkor nagyon szívesen jövök. Sokszor nem számíthatok rá. Ha itt nem folytatnám, akkor sokan... Igen. Mi van ebben a családban? Hát, igen. De hát azért nem számíthatok rá, egyébként a legmesszebb menőkig igen, de, és köszönöm is neki,
és nem csak ebben, ezen a területen. De hát őt a színház azért elhívja, és az a hektikusság, ami ilyenkor zajlik, én nem tudok előre tervezni. Én most vele. Tervezem az Aktereki koncertemet, ami július 21-én lesz ez a 25. alkalommal. Itt egymás után mondtam, a két számot összekeverik, nem baj. Tehát 21-én lesz júliusban a jubileumi koncertünk, és oda mondtam, hogy hát szeretném elhívni, de mi lesz? És akkor azt mondta végre két héttel ezelőtt, hogy úgy néz ki, hogy itthon leszek, mert akkor megint mennek külföldre. Hát akkor rá számíthatok, ennek nagyon örülök, akkor már csak egy vendéget fogok hívni. Uh-huh. Úgy néz ki, hogy Szekeres Adrián elfogadta a meghívást. Nagyon jó választás. És akkor egy színfolt megint, és ez a szimfonikus, szolnoki szimfonikus zenekarral, a saját zenekarommal, uh-huh. tehát egy olyan jó 30-40 ember a színpadon, és akkor azt gondolom, hogy kellőképpen meg tudjuk ünnepelni ezt a 25 éves évfordulót. Aktereki Csepkő Barlang elég speciális, egy teltházunk már van, jövő héten nyitjuk a másikat, és akkor úgy néz ki, hogy ezzel fémjelezzük majd az évfordulót. És hogy maradjunk akkor Székesfehérváron, mi több ízben koncerteztünk már, nem csak a saját szakálunkra, hanem ötször voltunk jótékonysági előadáson. Paksi Zoltán barátom is, ő a Siketek és Gyengén Hallóknak a pártfogója, uh-huh. és feléjük nagyon-nagyon azon mély érzéssel bír, és néhány gyermeket támogat is, és valakit már fel is készített az életútjára muzsikusok közül. Aztán hát most a Gabinak gratulálok, mert egyrészt, hogy így áll hozzá, másrészt, hogy az, aki nem ásta nyakig bele magát ebbe a munkába, és mégis van valami affinitása, létre tud hozni egy ilyet. Hát kérem szépen, legyen az elsősorban emberileg, aztán meg a szakmai része meg ránk van bízva, és bízom benne, hogy Normannal egy nagyon szép estét tudunk majd a közönségnek nyújtani. Mikor lesz ez? Május? Tudod-e? Én nem. május 9-én, hogyha május jók az 9-én. Információim, akkor lesz ez a megmérettetés, mondjuk így nyilván. Következő kérdés, ami még érdekelne engem, és nyilván a nézőket is, hogy egy művészcsaládból tényleg jöttök, mentek, koncertek, fellépések egymás hegyi hátán szerencsére. Hogy telnek a hétköznapok? Tehát folyamatosan arról szól, hogy jöttök, mentek fellépésről fellépésre, vagy van azért némi nyugalom a hétköznapokban? Vagy ez annyira nem mondható el? Változó. Mindkinek mi, meg mind a ketten mindig is külön-külön vagyunk ugye ilyen szempontból, de mindenki a saját kis dolgait azért becsempészi, tehát például a sport mind a kettőnk számára elég fontos, az szinte minden. Na, mit sportoltok? Kíváncsi vagyok, a nézők is szerintem. Norman? Hát én alapvetően crossfit ezek nekem, ez a kis... Nem könnyű, nagyon strapás. Nagyon szeretem, tehát ugye 5 éve kezdtem, de 2 éve csinálom már elég komolyan. Még látszik volt is rajtad a testalkatodon egyébként, hogy... Volt egy fél éves kihagyásom, volt egy elég komoly sérülésem, igen. mert Spartan részeket is futottam egy éven keresztül, és aztán egyszer elszakadt az összes bokaszalagom a bal oldalon, és akkor volt egy ilyen fél éves kis pihim, de most újra visszatértem a versenybe, úgyhogy most... Most ott vagy a szerelszó szerintem. Igen, csinálom meg így rendesen. Úgyhogy nekem ez a kis titkos másik fétisom a metál mellett. Mm-hmm. Neked pedig a? Hát én gyerekkorom óta sportolok, és hát azt gondolom, hogy ha az ember ilyen vonalon van, mondjuk állandóan a közelőtt, meg hát egyáltalán agyával kalandozik, és hát végig is nem tudja magát úgy karbantartani, akkor igenis választani kell neki valamit. Akkor nekem mondjuk a gyermekkoromban az atlétika és a foci volt a zene mellett a mindenem, meg sok-sok minden más, de a sport ez a két irányú elképzelés volt, és a futás az megmaradt mindig. Hogyha abba hagytam, akkor az már egyből látszott is súlyilag rajtam, és most is van néhány plusz fölösleg, de... Hát azért nem panaszkodhatsz, én azt gondolom. De azt tudom, hogy pár évvel ezelőtt, 7 évvel ezelőtt hagytam abba a focit, akkor játszottam már a zenész válogatottban is, és egyszer annyira durva sérülést kaptam, az a három szalag a bokába, ott is hasonló, de Normannak mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor egyelőre ennyi volt, majd meglátjuk, mi a következő, és akkor visszamentem a teniszre, úgyhogy most már két helyre is leigazoltak, és akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, itt voltam a Bregyóba nemrég nálatok egy ilyen versenyen. Ott nem szerepeltünk rosszul,
de jól sem. viszont hát azért el tudja képzelni mondjuk az ember, hogy én mondjuk majdnem minden nap járok játszani, és edzése is, és akkor, hogyha előző nap előadásunk van mondjuk szombaton, vagy pénteken, akkor általában a hétvégéi versenyekre el szoktam menni, de nem üdén és frissen. Azért bevállalom, mert nagyon-nagyon szeretem, és akkor néha tényleg az összpontosítással baj van. Én ezt bevállalom, olyan partnerekkel játszom, akik tudják, hogy akár mondjuk a szingli az egy teljesen más játék, azt is be szoktam vállalni, de olyan partnerekkel játszom a páros meccsben, teniszben, akik, hogyha probléma van, tudják, hogy én nem fogok rászólni, mert nem azért jött le, hogy kiüsse a labdát, és hogy veszítsünk, és ő pedig nem fog rám szólni, mert tudja, hogy ketten azért jöttünk le ide, hogy ugye nyerésre vigyük a dolgot. Úgyhogy, és nyilván, hogy olyan helyzet volt, akkor én onnan el is fordulok, mert én azokat az embereket nagyon szeretem, aki elegánsan tudja ezt az egész dolgot csinálni. Én néha kikelek magamból, de nem a másikára, én saját magamban végzem ezt a stúfolást, és a végén levezetést. Ezen nyugodt embernek tűnsz, látszol, hogy így elég nézelkező, hogy kikelsz magadból, de nyilván ugye gyermeked ezt tudja, hogy voltak ilyenek gondolom, vagy előfordultak ilyenek egy kicsit interjúk. Hasonlóak vagyunk ilyen szempontból egyébként, néha... Igen? Néha azért mindenkivel elpattam valamit. Persze, hát előfordul nyilván. Ahúr például. És amikor pán a legvékonyabbat pengetik, és azt battam, akkor ott nagyon tud. Csak tudja is, hogy ez elfogott. És múlt héten nem sikerült legugolnom 200 kilóval, csak 195-tel, és nagyon gáz, nem kellett volna mondani, mert ez égő. Tehát ez nagyon égő. 200 kilóval nem tudtál legugolni. Azt mondtam, hogy igen. Legugolni mindenki lehet, hogy csak felállni nem biztos, hogy nem biztos, hogy sikerült. Nagyon-nagyon kevés van vissza sajnos a műsoridőből, tényleg itt órák hosszat szerintem el tudnánk beszélgetni. Jövőről még. Minden embernek van jövőbeli nagy terve, célja, sok mindent elértetek, mert tényleg nagyon sokat. Mi az a legnagyobb ilyen titkos vágy, amit mind el szeretnétek érni, és addig nem nyugszatok, amíg ez meg nincs? Hát ez az, hogy amiket elér az ember, azt nagyon jól tudja kezelni, ha jó volt, akkor elteszi, és tovább fejleszti mondjuk. Nekünk ilyen volt az idén egy nagyon jó rálátás. Amerikában jártunk, nem először, és hát Normannal fel is léptünk, Egyedi Ildikónak volt ugye az Oscar partija, ott is muzsikáltunk, utána is volt egy nagy fogadás, utána volt saját előadásunk is, majd ő kimaradt még 8 előadásra. Tehát ott megint egy megméretetés és a visszajelzések. Az, hogy van ennek folyamánya, van-e tovább, gyakorlatilag ígéreteket kaptunk rá, mi ezt sose várjuk, ha jön a következő lépés, akkor megyünk tovább. Én nekem az itthoni dolgokkal van igazán nagyon sok elfoglaltságom, és örülök is neki. 25. lemezemet hozom ki. Szeretném, hogyha Norman is énekelne rajta legalább egy dalt. Jelen pillanatban stúdiómunkák folynak délelőtt, illetve hát éjszaka megkaptam még az egyik dalnak az egyik refrényét. Azt szépen illesztettem, többen dolgozunk, több stúdióban, külföldiekkel is, és hát azt jelenti, hogy van néhány olyan dal, amit én írok, van a kollégák közül is egy-egy, és akkor körbeadjuk, mindig mindenki tesz hozzá éppen, ami tudjuk, hogy milyen vonalon megyünk, ismernek, hogy miket játszottam eddig, és nyilván ezt követve nagyon szépen alakulnak, és tegnap íre föltettük a pontot, Kisvári Feri barátom, aki egyébként, hát vele kezdtük a 25 évvel ezelőtt ő volt a dobosom, és vele kezdtük ezt a zenélést. Ennyit mondott a legeslegején, mikor az újságíró megkérdezte, hát csak a srácok, megjelent az első album, örültek, hát persze, és ő hozzájutott a mikrofon, te hogy érzed felé? Szeretjük minket, mert ő fizet ki minket. Neki ez volt milyen jó, ez az Antalibre szeszélyes évszakok, nagyjából, hogy ő mondott mindig ilyeneket, ez nagyon jó. Végülis én ezzel foglalatoskodom, illetve hát azért a 25 éves évfordulót gyakorlatilag minden koncerten megelmítem, és üljük, ünnepeljük. Azt jelenti, hogy én most július 21-re, amit említettem az előbb, gyúrok, Akteleken lesz a jubileum koncertünk, illetve hát jövünk majd közelebb is, de az nem ugyanolyan lesz nyilván. Úgy néz ki, hogy az érdi sportcsarnok hívott meg bennünket, és akkor a 25 éves évfordulót októberben ott tudjuk megünnepelni. Na, biztos, hogy rengetegen lesznek. Norman, neked milyen? Rövid lesz, hogy nekem, én küzdök a testi-lelki szociális egyensúlyért, tehát ez az elsődleges. Igen. És egyébként egyetlen nagy álmom, vagy hát több is van, de amit egyet, aki kell emelni, akkor nekem a Jekyll és Hyde című musical, az a musical, amit világéletemben mindig is anyároztam és imádok, az elejétől a végéig, és a címszerepet szeretném egyszerre játszani, nekem ez a... Itt az operetben Magyarországon.
Őszinte leszek. Először lehet, de bár csak mindegy. Mindegy, csak az legyen. De egyébként a legnagyobb dolog nyilván az lenne, hogy ott, ahol mindent elkezdtem, persze, ezt megcsinálni, de ez most ilyen szempontból, tehát bármeddig elmennék azért, hogy egyszer Jackie-t játszhassak. Ez a legnagyobb. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és tényleg ezt teljes szívvel mondom, hogy megtiszteltetés volt veletek beszélgetni, és köszönöm szépen még egyszer. Önöknek pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, és persze tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.